Gazdagodott a főiskola, gazdagodott az épület, és örül a kivitelező. Kellett ő jobb hír. Az utóbbi időben egyre többet kerül szóba az, hogy ez a felújított líceum épület megérdemelne már egy új táblát. Mindenki arról beszél, aki ismeri a viszonyokat, hogy gyakorlatilag főiskolánk, az Eszterházy Károly főiskola jobb minőségi mutatókkal rendelkezik, mint néhány működő egyetem. Ki járna már ez a cím? Kormány szemszögből nézzük meg, hogy néz ki a főiskola jövője. Egy egri kormány tag, a miniszterelnök biztosa, Nyitrai Zsolt. Rálátása van a magyar felsőoktatásra. Mennyire jellemző az a fajta megújulási folyamat, ami az egri főiskolán zajlik? Nagyon fontos lépés a mai nap, hiszen Egernek az egyik büszkesége, egy régi épülete, a líceum újult meg. Ugye annak idején Eszterházy Károly egyetemként alapította ezt az intézményt, és regionális tudásközpontnak szánta. Ezzel a mostani felújítással, ami 5 milliárd forintos Európai Uniós támogatás volt, azt gondolom, hogy minden infrastruktúrális és egyéb feltétel adott ahhoz, hogy a pedagógus képzés tekintetében regionális tudásközpont legyen újra az egri Eszterházy Károly főiskola. Itt minden arról szól, hogy 250 éve Eszterházy megálmodta az egyetemet. Van realitása annak, hogy ez az álom valóra váljon? Nyilvánvalóan folytatni kell a lépések sorozatát előre. Ebben természetesen mi helyi képviselőtársaimmal együtt minden támogatást megadunk a főiskola vezetésének. Amiről én még tájékoztattam mai nap folyamán a rektorat, az az, hogy ebben az évben, 2012-ben szintén Európai Uniós támogatás keretében több mint 100 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre a felsőoktatás támogatására. Erre természetesen pályázni kell, és én arra biztattam a rektorat, hogy a főiskola az minél több pályázatot nyújtson be a pedagógus képzés erősítésére, a különböző ágazati együttműködéseknek a fejlesztésére. Thank you.